Szerintem nem telt el úgy nap az elmúlt 4 évben, hogy ne vívódjak azon, hogy akkor most elkezdem a karrieremet építeni, mert én fontosnak érzem, hogy igazából legyen egy civil életem is, és nem csak a sport, mert a sport az elég kiszámíthatatlan, és fél évente igazából felmehetsz a mennybe, de ugyanúgy leúznak a pokolba, szóval nem lehet vele kalkulálni egyáltalán. Szervusztok, köszöntünk mindenkit idén utoljára, ilyen keretek között. Talán ilyen fiatal beszélgető partnereink még nem is voltak. Két nagyon tehetséges úszó van itt, Milák Kristóf és Bohus Rihár, csak pár mondatot róluk. Mindketten, talán azt el lehet mondani, hogy a tavalyi évben a Budapesti Világbajnokságon robbantatok be nagy közönség számára, talán akkor lettetek igazán ismertek. Bronzérmet szerzett Rihárt, előtte Londonban már megmutatta oroszlán körmét, akkor ezüstérmes lett, de dolgozott Phelps legendás edzőjel az Arizonai Egyetemen, és volt, hogy egyszer megfordult a fejébe, hogy abba hagyja az úszást. Többször is. Többször is. Erről is fogunk beszélgetni. Kristóf pedig ezüstérmes lett a tavalyi világbajnokságon. Idén egy egészen fantasztikus évet tudhat magáénak. Európa bajnok lett Glasgow-ban, és 3 aranyat szerzett az ifjúsági olimpián. Az jutott eszembe, srácok, hogy amikor ilyen keretek közt kell beszélgetni, tehát közönség kíváncsi a gondolataitokra. Ez nektek egy kellemes elfoglaltság, vagy tulajdonképpen egy ilyen szükségszerű kötelezettség, amikor nem az úszás és a medence van terítéken. Szerintem igazából nagyon jó, hogy valaki kíváncsi a gondolatainkra is, és nem csak arra, hogy mit teljesítünk az úszodában. Szóval egyrészt szeretnék mindenkit köszönteni, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Szóval szerintem egy abszolút jó dolog, hogy ennyien kíváncsiak ránk, és tényleg. Kristóf, te hogy vagy ezzel? Azért nem mindegy, hogy egy kamerába kell beszélni, vagy így, nem tudom, jó néhány ember előtt. Így bevallom, egy kicsit van egy kis lámpalázam, de szerintem majd, hogyha belejövünk, utána el fog múlni. A ti életetek a VB kapcsán, az mennyiben változott, és most a hétköznapi életre lennék kíváncsi. Tehát ott azért tényleg rengeteg interjú készült veletek. Onnantól kezdve szerintem megismernek benneteket. Ez tetten érhető a mindennapokban? Hát igazából én egyből utána le is léptem, elmentem nyaralni, szóval annyira nem éreztem ennek a súlyát, de tényleg azért fura volt, hogy néha megismertek azért egy-két helyen, és úgy nem tudtam nagyon hova rakni ezt a dolgot, mert én annyira nem szeretem ezt, hogy így kiragad a média, és akkor tényleg interjúról interjúra kell menni, hanem inkább jobban szeretem ezeket a közvetlen beszélgetéseket, mint ahogy most itt lehetünk, és igazából én nem éreztem tényleg sok mindent, mert utána visszarepültem Amerikába, szóval nekem gyorsan lecsengett ez. Kristóf, te mit éreztél mindebből? Hát én sajnos nem voltam ilyen jó helyzetben, mint a Ricsi. Én nem voltam erre felkészülve, én igazából a VB után lévő héten én minden nap valahova máshol mentem interjúkat adni. Szóval engem akkor 17 évesen nagyon letámadtak. De hát úgy gondolom, hogy részben jogos volt, hogy ennyire hirtelen megugrottam, és egy ilyen új reménység lettem. De hát igazából meg kellett tanulnom ezt kezelni. És ezt hogy kell kezelni? Igazából a VB után, meg ebben az évben is úgy gondolom, hogy hirtelen fel kellett nőnöm, hirtelen felnőtt fejjel kellett gondolkoznom, nem csak az interjúk miatt, hanem bármiféle megkeresés miatt, tekintettel arra, hogy épesző értelmes gyereknek kell tűnöm majd a későbbi jövőben, és most is, hogy tényleg tudjam hozni azt a színvonalat, ami az úszásom. De például a kommunikációs része vonatkozásában kértek segítséget, kaptok segítséget? Tehát van például kommunikációs szakértő, vagy saját magatokra vagytok bízva? Az elején kaptam ilyen gyors talpalót, de mostanában úgy gondolom, hogy annyira belejöttem ebbe az interjúadásba, meg ebbe a kisebb rendezvényeken való megjelenésekre, hogy amúgy már nem kell, de amúgy még van, lehet még mit fejlődni. Egyébként mennyire zavarta meg a fejeteket a siker? Tehát ott voltam az arénában, 10-valahány ezer ember volt. 13. 13 ezer ember. Számot tartod? Számoltak. És hát ott mindenki veletek volt, nektek drukkolt. Arra emlékszem, hogy Gyurta Dani oda ment hozzád, közvetlen a döntő után, és ott mondott neked valamit. Erre jól emlékszem? Az a baj, hogy én nem emlékszek jól, mert nem biztos, hogy a döntő után volt, vagy a középdöntő körül, nem tudom már pontosan, ott a csapat részlegben, és hát igazából
felhívta a figyelmet azokra a dolgokra, amiket ő átélt, és elmesélte nekem azokat a dolgokat, amit ő megélt, azt a mélypontot, és figyelmeztetett arra, hogy én se kerüljek arra a helyre, tehát ahol ő volt. Magyarul, hogy ne hidd el magadról, hogy mostantól kezdve minden könnyebb lesz? Ne higgyem el magamról, hogy én vagyok a legjobb. Igazából ezt. Volt ilyen kísértés? Nem soha. Szerintem. Ricsi, te ezzel hogy álltál? Neked mennyire zavarta meg a fejed ilyen értelemben? Tehát, hogy úgy elhidd egy kicsit, hogy na, hát úgy megérkeztem. Hát ugye én azért idősebb vagyok, én 25 éves vagyok most, és én már azért a válogatottban vagyok egy 8 éve, szóval voltak kisebb sikereim, nem mondanám őket ekkorának, de nekem azért teljesen más volt, szóval szerintem Kristófot azt mondta, egy vonat úgy elütötte ez az egész hírességeskedés, és hogy az, hogy bekerült a médiába, és tényleg mindenhol interjút kellett adnia, és fel kellett nőni ilyen hamar. Nekem ez sokkal lágyabb volt ez a görbe, és nem az volt, hogy bedobtak egyből a mély vízbe. De szerinted ugyan... ez a szerencsésebb? Nagyon bólogat Kristóf. Hát azért én is lettem volna a világbajnoki második 17 évesen, szóval nyilván megvannak az erőnye és a hátránya is. Nyilván sokkal könnyebb volt megtanulni ezt az egészet kezelni. Nekem nem mondta el senki, hogy hogyan kell beszélni a média előtt, vagy nem tudom, én mindig csak mosolyogtam és örültem, hogy ilyen jól úsztam meg, hogy ennyi ember szurkol nekem végre, hogy akkor kicsit megmutassam azt, hogy ki is vagyok valójában. Meg ahogy mondtam, én ugye Amerikába éltem most 5 évet, szóval nem is éreztem annyira ezeket a dolgokat. Amikor kisebb, mondjuk Európa-bajnoki második lettem, akkor sem, mert vissza kellett mennem egyből. Lehet, hogy kicsit klisészerű a felvetés, de szerintem mindkettőtöknek szinte másodperc pontosan megvan a Duna Arena béli finálé, a célba érkezés, a hangorkán. Szóval tudjátok idézni? Egyáltalán mind mentetek keresztül. Mert fantasztikus hangulat volt, tehát aki ott volt, azt nem feledi. Mi se fogjuk egy ideig, de igazából mindig, amikor van egy újabb verseny a Duna Arénában, akkor kb. Ugyanaz a közönség kijön, és ugyanannyian vagyunk, és mindig telt ház van, mint most a világkupán is, de nekem nagyon megvan. Hát tényleg még a gyorsváltó még soha nem ért el ilyen eredmény, nem jutottunk még be döntőbe se, és akkor egyben megvertük a oroszokat, meg a nagy favoritokat, szóval nyilván beszakadt a dobhártyám, amikor kivette a fejemet a vízből, és nem is akartam elhinni. Be volt párásodva a szemüvegem, szóval azt hittem, hogy hetedikek lettünk, vagy nyolcadikok. Azt hittem, hogy betlisztem egy nagyot, és elrontottam, de végül hál' Istennek nekünk szólt ez a nagy őrjöngés. Jól értem, te azt hitted, hogy hetedikként hoztad be a csapatot, miközben úgy tudom, hogy talán a harmadik leggyorsabb időt te húztad abba a döntőbe. Igen, mivel kint Bob Bowman-nel készültem, ugye Phelps-nek az edzője, és hát szerintem az ott a 2 vagy 3 év alatt, amíg dolgoztunk, addig mindig nyüstölt, hogy hogyan kell beérkezni a falba. És én elrontottam, mert szerintem izgultam, hogy nem tudom. És csak az járt az eszem, amikor kivettem a fejemet, tényleg, hogy mondom, elrontottam megint, tuti ezen ment el az egész, biztos a fiúk is tök elkeseredettek, de aztán igazából még ez is benne volt, és így is el tudtam érni azt az eredményt, mert tényleg a szívemet, lelkemet kiúsztam abba a váltóba. Főleg a közönség miatt és a fiúk miatt, mert tényleg azért nem minden nap kerül az ember ilyen szituációba, hogy 13 ezer ember ott üvölt, hogy haladjál már, szóval. Azért más. És mit hall ilyenkor az ember benne a vízbe? Semmit, a gondolatai, és hát amennyi gondolata van ilyenkor, az... De hát nekem nagyon vicces volt, mert ugye láttam, hogy Doma milyen időt úszott, azért ő 48 egyet úszott, az magyar rekord volt, második nap fordult, azt hiszem, szóval azért már ment fel bennem a pumpa, és láttam, hogy itt azért teljesíteni kell. Aztán Nádi nagyon jól úszott, jött a Holodapet, és láttam, hogy olyan 6.-7. helyen vagyunk, és az így remektem, de tényleg egyszerűen azon gondolkoztam, hogy ne essek be a vízbe, ne essek rá a vetire, mert mondom, hát az a legnagyobb gáz, hogy 13 ezer ember előtt ugrok egy fejest, egy csuka fejest, szóval nekem ez volt a legnagyobb problémám akkor, szóval kicsit más, mint amilyen más embereknek van igazából a rajt előtt, szóval elég izgultam, de nekem minél nagyobb stressz van, annál jobban teljesítek, szóval legalábbis úgy néz ki, hogy ez így alakult. Ez trenírozás kérdése, tehát erre lehet készülni, vagy egész egyszerűen ez egy szerencsés versenyzői alkat? Mert sokan lebénulnak. Hát sokan ugye edzéskirályok, és igazából csak akkor tudnak teljesíteni, amikor mondjuk edzés van, és mondjuk összetolják magukat, amikor mondjuk nagyobb stressz kapnak, és tényleg egy adott pillanatban kell ugye az összes porcikádat összeszedni, és akkor kiadni minden. Szóval Kristóf ebben nagyon jó, de vannak, akik tényleg, látom, hogy olyan időket úsznak. Nem, versenyzésben, hát nem. Én nem vagyok jó edzésben, de szerintem mindenki tudja. Szóval szerintem ezt nagyon
könnyedén lehet tanulni igazából. Sokszor az ember olyan szituációba rakja magát, ami a komfortzónájából kívül esik, és ezt szerintem nem csak feltétlen az úszodában kell csinálni, hanem az élet összes területén. Mondasz egy példát? Neked az úszodán kívül még mikor volt hasonló sikerélményed? Hát inkább ezt a komfortzónára tudok egy nagyon jó példát mondani, mert én eléggé ilyen introvertált gyerek voltam, szóval nem nagyon beszélgettem így emberekkel, jel voltam magammal, elmentem edzésre, általában a leghosszabb úton, ahogy oda lehetett jutni, szóval másfajta felfogásom volt, de az, hogy kikerültem az USA-ból, tényleg egyszerűen kidobtak a világ másik felén, és akkor éjjel, szóval az nagyon sok mindenre megtanított, és szerintem az volt az első lépés afelé, hogy egy sikeresebb úszó legyek, és talán könnyebben vegyem az élet akadályait. Mindjárt beszélünk erről is feltétlen Amerikáról. Kristóf, azt mondta az edződ, Selmeci Attila róla, hogy te azon kevesek közé tartod, hogy életed legjobbját a döntőbe, tehát igazán nagy tét helyzet esetén tudod megúszni. Ott a Duna Arénába, de igaz lelkedre. Nem voltál te betolva 17 évesen? Hát azért nem mondom, hogy nem voltam betolva. Annyi ember és olyan kvalitású versenyzők mellett, szóval azért bennem is volt egy minimális feszültség, főleg azt hiszem a középdöntőben voltam a legidegesebb, hogy egyáltalán bekerüljek a döntőbe, mert igazából az volt a lényeg, hogy be tudjak kerülni. És döntővel kapcsolatban igazából csak annyit tudok mondani, hogy nem úgy álltam fel a dobogóra, hogy én most... A rajtkőre, hogy én most második leszek. Én úgy álltam föl, hogy egy életem, egy halálom, egy darab 100 pillén volt. Már a vasárnapi nap, amikor kezdődött a világbajnokság, és a fiúk harmadikok lettek a váltóban, már az a hatalmas ováció és hangrombanás, ami ott és akkor történt, az akkora pluszt adott nekem, hogy egyszerűen még jobban vártam, és egyszerűen már alig tudtam megülni a seggemen, hogy már annyira vártam azt a 100 pillangót, és annyira fejben is rá voltam állva, hogy ezért sikerülhetett ilyen jól. Amikor beértél a célba, és ott felnézel, hát jól láttam, hogy egy kötőszó azért elhagyja a szádat a csodálkozástól, vagy a mitől? Igen, úgy gondolom, hogy ez akkor és ott elment, ilyenkor szerintem szabad, amikor felszabadulnak az emberből az indulatok, úgy gondolom, hogy kijön az emberből egy ilyen teljesítmény, egy ilyen fizikai erőbevétel után? Erőkifejtés után. Hanyadiknak tippeltette magad? Tehát amikor beértél, akkor mit gondoltál, hanyadik? Az a baj, hogy én a dresszel mellett úsztam a hatoson, azt hiszem, mert igen, ő úszott 4-5-3-ason úsztam, a dresszel volt a négyesen, én voltam a hármason, és igazából a forduló után annyira lefordult, annyira ledelfinezett, hogy egyszerűen nem láttam semmit, csak őt. Azt hittem, hogy ilyen ötödik, hatodik, mert a többiek már mentek volna el mellette, és azt hittem, hogy nagyjából ugye egyszer éljenek be a dresszellel, azt hittem, én vagyok nagyon lemaradva, és nem. És nem. Nagy meglepetésemre, amikor célba érkeztem, igazából nem is az 50,62 lepett meg, hanem tényleg az a kettes szám ott a nevem mellett. Utána megkérdezte tőled egy újságíró, hogy túlzásnak érzed-e a világsztár és a világklasszis fogalmát veled kapcsolatban, és azt mondtad, hogy nem. Erre jól emlékszem? Ezt mondtam. Igen. Nem, mert az elején kifejezetten nem szerettem, hogy ezt mondják rám, mert most csak egy darab 100 pille életemben először tiszta véletlen. Aztán úgy megbarátkoztam vele, hogy a 2 pille is jól ment, meg a 100 pille is, hát akkor már, na, legyen egy kicsit. Rossz lehet a világsztárnak hívni. Nagyon rossz. Nagyon rossz. Ricsi, te miért gondoltad azt, hogy kimész Amerikába? Ez egy egyetemi tanulmánynak volt köszönhető, hogy az Arizona Egyetemen voltál, vagy a magyar közegből szerettél volna egy kicsit kiszakadni? Hát, ahogy mondtam, éreztem magamon, hogy eléggé csak egy burokban növök fel, mint ahogy nagyon sok sportoló. Szóval azért nekünk megvannak dolgok, igazából egy napi rutint kell kialakítani, és eléggé védve vagyunk az élet nagyobb, erősebb, durvább dolgaitól. Ezt hogy kell elképzelni? Hát azért nyilván más, mert ugye
van dietetikusunk, van, aki mondjuk a médiát kezeli nekünk. Szóval nagyon sok minden olyan dolog van, ami igazából adott, és nem kell nekünk vele foglalkozni. Nem éreztétek azt, és mindkettőtök ezt szól a kérdés, mindjárt folytatjuk persze Amerikát is, hogy valamiről ti nagyon lemaradnátok? Akár gyerekkorotoktól fogva. Bulizás, szórakozás, csajozás, oda menni, italozni. Hát erre van egy nagyon jó példám, mert hát én például, a barátaim ki voltak mindig, mert nem mentem el soha bulizni, meg ilyenek, hanem én ott a forró csokimat eldötyögtettem, amikor ők ott bulizgattak. Ez nagy buli lehet. Igen, nagyon jó. Irom volt legalább. És, de nagyon sokszor megkaptam, hogy hát, hogy csak egy sör, csak egy ilyen, csak egy olyan, csak egy buli. És igazából a sport, és szerintem a világklassz is, és azok, akik ott vannak az élmezőnyben, azok igazából ettől különböznek egy átlagosabb sportolótól, hogy meg tudják hozni azokat az áldozatokat, amiket más nem. És ellen tudunk állni azoknak a kísértéseknek, amiknek igazából nagyon sok ember nem tud. És például, amikor hazajöttem a 2016-os olimpiáról, nem, a 2012-esről, akkor elmentem bulizni, és volt egy srác, aki elmondta, hogy nem is érti, hogy én miért nem ittam, hát úgy hívták az olimpiára, és hogy simán mehetett volna, de én inkább az alkoholt választottam. És akkor így néztem rá, azért nagyon nagy különbségek vannak e között, hogy csak úgy kimész egy olimpiára, de inkább az alkoholba folytod ezt az egészet, szóval az egy nagyon jó példája volt annak, hogy megmutassa, hogy ki az, aki meg tudja ezeket hozni, és ki az, aki nem. De emlékeztek olyan estére, olyan pillanatra, olyan találkozás, hogy önkorlátozás, hogy önmérsékletet kellett tanúsítani, pedig azt mondtátok magatok, hogy a jó életben, hát azért ezt most itt folytatnám minden vonatkozásban. Hát akkor legtöbbször én inkább hazamentem, szóval éreztem, hogy itt nagyon a határokon vagyok, és igazából úgy döntöttem, hogy akkor inkább hazamegyek, és próbálom ezt az egészet úgy lecsatolni, mert hogyha nincs meg a kísértés, akkor talán nehezebb belemenni. Szóval voltak nagyon rossz dolgok, amikről le kellett mondani, és szerintem más ember lennék, hogyha ezeket meghoztam volna, de egyáltalán nem bánom, mert olyan helyekre vitt el az úszás, és nem feltétlenül csak az eredményeimre gondolok, amik igazából többet tettek hozzá a végén, és sokkal többet láttam a világból ezáltal. Kristóf, te miről maradtál le ilyen formán, ami így nagyon hiányzik az ott esetben? Azért nekem is megvolt az a hiányosságom az életben, hogy a barátok, család, nyaralás, közös programok bárkivel, ezekből én is sajnos kimaradtam, és hát igazából most próbálom ezeket pótolni. Hogy de kisgyerekként most... közben nem érezted azt, hogy nekem ez miért nem jár? Rendben van, hogy én úszok, meg nagy úszó leszek, de én miért nem vagyok ott, ahol a kortársaim? De igen, és szerintem minden egyes élsportoló nevében el tudom mondani, hogy igenis, nem, erre azért vágytunk, mikor ott edzettünk, hogy miért nem vagyok ott, és miért kell itt lennem. De aztán meg mindig túltettem magam rajta, mert valahogy mélyen éreztem, hogy ennek talán később majd haszna lesz. Ezt én értem, és el is fogadom. De mi van akkor, hogyha egy olyan úszóról van szó, aki beletesz mindent, lemond mindenről, aszkétikus életet él, és mégsem jönnek az eredmények, vagy akár csak periódikusan, tehát hónapokig, amikor azt mondjuk, hogy belefektettem fél évet, és nem jönnek az eredmények, van ilyen egy úszónál. Akkor mi történik? Mi az, ami továbbhajt? Hát általában akkor vagy érzelmi gátak vannak, vagy mentálisak, szóval mindig van egy formája ennek, hogy ez hol csúcsosodik ki. Szóval nekem is volt egy nagyon nehéz része az életemnek, ahol sokszor abba akartam hagyni az úszást, és ez nem feltétlenül azért volt, mert nem edzettem jól, vagy nem jöttek az eredmények, hanem egyszerűen más részének az életemnek olyan blokkokat éreztem, amiket egyszerűen nem tudtam feldolgozni. Ezt hogy kell elképzelni? Hát például családi problémák, akkor mit tudom én, edzésem mondjuk nem úgy álltak hozzám a csapattársaim, hanem mondjuk kicsit jobban szekáltak, mert én voltam a legfiatalabb, és megvertem őket, ezért ezt nyilván nem szerették, és ezt szerették nyilván máshogy. Erre egyébként Kristóf is felhívta a figyelmet egy interjúban. Ez mennyire gyakori az úszó a világában, hogy a kisebbet szekálják? Szerintem már abszolút nem. Szóval ami most van, az úszó szövetségben. Mindenki olyan agyi szinten van. Igen. Hogy mindenki kiegyenlítődött most. Igen. Most nincsen olyan, hogy nagy meg kicsi, hanem úgy nagyjából egy szinten van. Igen, szóval nincs ez a beiktatás, mint mondjuk Amerikában. Hogy nézett ki Amerikában, és itt a beiktatás? Hát itt én már pont az a generáció vagyok, aki már kijött ebből az egészből, és nem az van, hogy mondjuk ugráltatnak valakit, mondjuk ilyen dolgok voltak, vagy
mit tudom, milyen hasonló. Szóval nem volt semmi extrém, csak mondjuk... Mit tehát nem megalázásra kell gondolni. Hát nem megalázás, csak úgy helyre raktak mindenkit, aki mondjuk elhitte magáról. Szóval látták, hogy valaki így sétál, és hogy úristen, elhiszi magáról, hogy mekkora, és akkor a nagyobbak helyre rakták, hogy azért ez nem így van, és általában jót akartak ezzel, hogy igazából megmutassák neki azt, hogy azért lesznek még itt problémák. Tehát ez menet közben is így érezted, amikor szekáltak, hogy jót akarnak? Amikor kicsi voltam, akkor nem. Akkor abszolút nem. De úgy éreztem, hogy ez az egyetlen formája annak, hogy kicsit visszavágjak nekik, nyilván kisebb voltam, meg gyengébb, az, hogy megverem őket versenyen, és azt nem tudták hova rakni. Akkor azért úgy éreztem rajtuk, hogy frusztráltak, de nem tudnak hogy visszavágni nekem, és az, nekem ez volt például az egyetlen motiváció, amikor kisebb voltam, szóval én utáltam úszni. Utáltál úszni? Hát ilyen kicsit ilyen duci gyerek voltam, én kés sportot próbáltam ki, elmentem focizni, 10 percet futottam a pályán, leizzadtam, azt mondtam anyának, hogy ez nem nekem való. Aztán utána elvitt az úszodába, ami úgy kezdődött, hogy 3 hétig beteg voltam, és aztán igazából tetszett, mert nem izzadtam, meg nem voltak ilyen problémák. Elúszkáltam ott a vízben, és ez igazából nagyon jó volt nekem. Aztán nyilván jöttek eredmények, de nem ez volt az első motiváció, hogy akkor én most úszó leszek. Szóval nekem más volt. De mi? Mi volt az Isten igazából az a motiváció? Amikor abba akartam hagyni. Akkor mindig olyat úsztam, hogy így néztem, mondom, én ilyet is tudok. Egyszerűen mindig úgy versenyeztem, hogy nem raktam bele semmit, hanem számoltam, hányszor köröznek, meg ilyenek, szóval nagyon, nagyon rossz gyerek voltam, meg nagyon rossz úszó, de aztán szépen, ahogy jöttek az eredmények, mert mindig, amikor abba akartam hagyni, akkor igazából olyan eredmény jött, hogy miért hagynám abba. És akkor így szépen. Meddig jutottál el az abbahagyás fázisába? Tehát kivel közölted? Mennyire volt ez már komoly elhatározás? Mindenkivel. Megmondtam, hogy ez az utolsó versenyem, aztán mondom, ez jó, ez nekem inkább maradom. És ezt hányszor játszottad el? Hát egy ilyen 5-ször. Sokszor. És 5-nél még hittek neked? Nem, 5-ére kijutottam az olimpiára, és akkor... De nem lehet, hogy ezzel magadat akarod egy kicsit hergelni? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ezen sokat gondolkoztam, és amikor az ember érzi, hogy mondjuk az utolsó lehetősége van, vagy mondjuk mit tudom én, akik mondjuk megtámad mondjuk egy állat, akkor sokkal gyorsabban fogsz futni, mint amikor azt mondják, hogy csak fuss gyorsan. Szóval amikor tudod, hogy ott van a fejedben az, hogy ez az utolsó lehetőséged, akkor nyilván magadnak meg akarod mutatni, hogy mi van még bennem. És szerintem ez egy olyan pluszt hoz ki az emberből, ami igazából rákényszeríti arra igazából, hogy akkor ússzon tovább, vagy csinálja tovább. Most még fázisban vagy, most folytatni akarod? Hát most úgy élvezem, most úgy jó. Kristóf, vágtál egy grimaszt, mikor azt kérdeztem Ricsitől, hogy megaláztatások is voltak. Ilyet vágtál. Muszáj erről beszélnem. Nem akarsz, nem kell. Hát nem, köszönöm. Nem? De vannak rossz élmények. Igen, vannak. De úgy vagyok vele, hogy ebből így is úgy is jöttem ki jól. Hogy most azok a volt csapattársaim, akik szekáltak rendszeresen kiskoromtól fogva, én meg most elmondhatom magamról, hogy világbajnoki második vagyok. Én ezzel vigasztalom magam most. Azóta néha találkozol velük? Hát azok az emberek még ma is úsznak. Szóval igen, szoktam velük találkozni. És milyen a viszonyulás? Mennyiben változott vele? Hát most kicsit úgy fordult a kocka, most én vagy, úgy érzem, hogy én vagyok felül. Mármint úgy, hogy nem eredményességileg, hanem úgy... Hát megvan a tekintélyed. Igen, mondhatjuk ezt. Szűk körben vagyunk, úgyhogy elmondhatod. Azért ez neked ilyen... Szűk kör, igen. Azért ez jó eső érzés, tehát egy elégtétel érzést adott, nem? Igen, bizonyos szintű elégtétel, de úgy vagyok vele, hogy most már teljesen mindegy, és a saját dolgaimmal foglalkozok úgy, ahogy eddig. Ricsivel végigvettük, hogy őt mi ejtette rabul az úszásba. Tehát ezt fel tudod idézni, hogy mi tetszik egy embernek, akinek van monotónia tűrőképessége, de azért itt ezt tényleg próbára teszi az ember. Nekem elsősorban nem kifejezetten az úszás tetszett, hanem az a közeg, ami az úszással járt. Hogy azok a csapattársak, még kicsikoromban ugye nem heti 10-szer kellett edzenem, hanem heti 5-ször. Még az oktatás szinten, meg amikor még nagyon kicsi voltam, és ilyen szórakozottabb, nem annyira nagy téttel edzettünk, és igazából az a közeg, akikhoz oda kerültem, azok az emberek, azok az edzők, és
ezt tetszett meg benne mindig is, hogy egy valami minden nap valami újat tudok tanulni ezáltal. De mit? Mondj egy példát. Azért érdekes ez, mert egy laikus ezt úgy képzeli el, hogy monoton, nem? Tehát faltól falig megy az ember, óriási teherbíró képessége van. Itt mi az újdonság? Jó, faltól falig, jó, tényleg előszól az úszás, de hát most erre mit tudok mondani? Amúgy nem feltétlen. Nem? Nem. Na miről? Hát jó, nyilván én az edzéseket nagyon nem szerettem, szóval nekem az egy katasztrofális élmény volt, hogy le kellett mennem, és tényleg oda-vissza úszni. Mert akkor mondjuk úsztunk 8 kilométert, amikor kicsik voltunk. Szóval egy nap? Nem, egy edzésen. Egy edzésen. Szóval azért még jobb. Igen. Na, én minden vagyok, csak hosszú távúszó nem. És ezt egyszerűen nem tudtam elfogadni, hogy ez kell ahhoz, hogy mondjuk jobb legyek. És ahogy egyre jobb lettem, és egyre jobban az edzőm is kitapasztalta, hogy mi kell nekem, és egyre kevesebbet kezdtünk el úszni, és sokkal taktikusabban raktuk össze az edzéseket, a versenyeket, nekem az már elkezdett tetszeni. És nagyon sok mindenre megtanított igazából az úszás. A monotonitás az egyik, szóval azt nyilván tudjuk most már kezelni. De én például abszolút a másik oldal vagyok, mert én nem egy 200 pillangóra készülök, vagy egy 4 vegyesre, vagy arra, amire ugye a magyaroknak a 95%-a. Szóval nekem más a szituáció, és azt jelenti, hogy ez az USA rész, ez volt az egyetlen olyan, ami így meghozta a motivációt külön arra, hogy én ússzak. Hogy érte mindezt el Phelps edzője? Ez felfogásbéli különbség? Tehát Amerikában mit csinálnak más, hogy amit mi nem tudunk, vagy nem akarunk átvenni, vagy más a mentalitás. Szóval kritizáljam a magyar úszást. Nem, de hogy Isten ments, nem. Nem. De igazából szerintem valamilyen szinten kell is kritizálnunk, mert vannak dolgok, amikben le vagyunk maradva, vannak dolgok, amikben meg jobb vagyunk. Az, hogy például nekik van, nem tudom, 340 millió vannak, vagy nem tudom hány, és abból kijön mondjuk egy olyan csapat, az nagyon jó. De az, hogy mi vagyunk 9 millióan, és ennyi embert itt lehet tartani az úszásban, és tényleg... Ez fantasztikus. Szerintem. És mindig ezt mondtam nekik, és mindig kekeckedtünk egymás. Ők is beszóltak, én is beszóltam, szóval nagyon jó volt. És az, hogy sokkal precízebbek, sokkal jobban megadják a módját, nyitottabbak új dolgokra. Szóval nem az van, hogy egyszer bevált valami, akkor ez jobb lesz. Hanem bevált valami, akkor azt hogyan fejleszthetnénk. Szóval jobban inkább szétágazik a gondolkodásunk, mint amilyen az csak olyan, hogy ez bevált, akkor ez jó lesz. És ezért van az, hogy inkább a hosszú vagy a középtávú számokban vagyunk nagyon jók, ahol métert kell úszni, ugye minél többet, mert azt ugye sokkal könnyebb megcsinálni, mint hogy tényleg éveket rááldozol arra, hogy valamit kifejlesztél. Szóval például ez egy dolog. Tudsz mondani egy konkrét példát, hogy neked a fejedbe egy kapcsoló mikor váltott? Neki köszönhetően? Bowmannek vagy a társaknak köszönhetően? Bowman az elsősorban egy pszichológus, és nem... Ő ugye Michael Phelps legendás edzője, tulajdonképpen neki köszönhet mindent edzőként. Igen. És hát a mentalitása, szóval ő mindig arról beszélt, hogy neki van egy visionje, amit átpróbált adni az ő úszóinak, és igazából azt akarta megértetni velük, hogy nem csak egy évre tervezünk, nem csak kettőre, hanem olimpiai ciklusokra, és azt hitette el velünk, hogy tényleg egyszerűen ő mindent tud, és soha nem volt olyan, hogy valamiben mondjuk meginogott, vagy bármi. Szóval ő egy ilyen mesterelme igazából, mert beszélgettem sokat az alatta lévő edzőkkel, és ők mondták, hogy 3 évvel előre tudja, hogy mit fognunk úszni. Szóval ilyen kicsit ilyen, nem tudom, eső ember a csávó, úgy kell elképzelni. Vannak dolgok, amikre így nem úgy kapcsol az agya, ahogy mondjuk más embernek, de szerintem egy olyan ember, akit mindenki az életében szeretne, mert annyit lehet tőle tanulni, aminek tényleg én nagyon hálás vagyok azért, hogy én mellé tudtam edzeni. Azt mondod, hogy elsősorban pszichológus. Hozzád hogy kell viszonyulni, hogy ki hoz magadból a legtöbbet? Be kell szólni nekem, meg azt mondani, hogy nem vagyok elég, mert én nyilván egész életemben úgy edzettem, hogy az árral szemben úsztam igazából, mert voltak nyilván olyan akadályok, amikkel sajnos én nem tudtam mit kezdeni, tök mindegy, hogy én voltam az első, valaki nem szeretett engem, vagy nem, Békés Csaba elég messze volt ugye Budapesttől, és ezek az akadályok kicsúcsosodtak, és ekkor gondolkoztam el, hogy abba vagyom az úszás, hogyha én vagyok az abszolút legjobb, akkor miért nem kapok meg dolgokat, amik más abszolút legjobbak megkapnak, szóval ez volt igazából. És nem tudom, nekem az a lényeg, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tudom megcsinálni, akkor én megmozdítom a Monteverestet, és bebizonyítom, hogy én meg tudom csinálni. Szóval nekem,
hozzám úgy kell állni, hogy igazából tényleg csesztetni kell. Van akit pedig azt kell mondani, hogy szép munka volt. De például ezt még gyorsan elmondom, hogy Amerikában pedig olyan volt, hogy ez a full kamu, ez a hajrá, szurkolok neked, a legnagyobb ellenfelednek, és így jópofiznak mindenkivel. Aztán fél méterre arrébb mennek, és akkor fú, ezt utálom, ezt a gyereket, ezt összérnek. Szóval ilyen, én ezt nem tudtam hova rakni, és ez engem idegesített, hogy mindenki azt mondta, hogy good job, amikor szarul úsznak. És így felidegesített, mondom, nem, ez szar volt, ezt el kell fogadni. És mielőtt Bowman jött, addig ez volt, utána ő mondta, hogy ebből elég lesz. Igen, ez egy őszintétlen közeg, amiről most beszélsz. Igen, ezért nem maradtam ott. Azt mondja Ricsi, hogy neki be kell szólni. Selmeci Attila egy interjúban, hogy az edződ, azt mondta, hogy hát nagyon sajátos a ti kettősötök, mert egy nagyon különleges és nehéz ember vagy, tehát meg kellett találni a hozzávezető utat. Ezt mondta ő, szó szerint idézett. Hogy téged hogy lehet motiválni? Te mi Attila sikere, ilyen értelem? Én igazából teljesen a Ricsi ellentéte vagyok engem. Igazából, hogyha csesztetnek, akkor én ezt magamba szívom, és igazából őrlődök rajta. Ha meg úgy állnak hozzám, hogy dicsérnek, meg tényleg odafigyelnek rám, akkor tényleg olyan lesz az eredmény. Hát akkor téged dicsérni kell. Attila folyamatosan dicsér. Hát, hogy ezt tudta meg, ezért mondja, hogy nehéz ember vagy. Én ezt nem mondtam. Attilának is megvan a sajátos hozzáállása. Még a régi időkből a Szicsi Tamás féle edzésterv mellett, igaz, azóta már rengeteget 30-40 éves tapasztalat után úgy gondolom, hogy ő már korszerűsítette. Korszerűsítette, de igazából van mit rajta finom hangolni. Én is most ezen vagyok, hogy ezt kettő munkájával sikerüljön kiküszöbölni. Attilának is van egy stílusa, Attilában 60, én 18, nem mindig tudjuk megérteni egymást. Akkor ez hogy csúcsosodik ki? Akkor az hogy néz ki, amikor ti nagyon nem értitek meg egymást? Hát most meséljem? Hát ami ránk tartozik, igen. Hát elő szokott fordulni, hogy veszekszünk edzés közben, hogy így nem jó, meg úgy nem jó, meg hogy... Mondjuk ezt én is szoktam mondani magamra, hogy ez egy, tényleg egy rossz, amit úszok. Csak Attila mondta, hogy jó, hagyjad, jó ez. Én meg tudom, hogy egyszerűen nem jó, mert olyan rosszul érzem magam a vízben, abban a közegben, hogy egyszerűen nem tudok fejlődni. 10 vita szituációból hányszor te kerülsz ki te győztesen, és lesz mondjuk neked igazad? Na. Hát most legyen őszinte. Azonban nem akarok. Nem merek. Mondjuk úgy fele-fele. Fele-fele. Az igaz, hogy például ő nem nagyon akarta, hogy te a VB-n elindulj, mondván, hogy sok lesz a tavalyi VB? Ez pontosan így volt. Hát tekintettel, hogy 17 éves voltam, fiatalabbik ifi korosztály voltam, mert nálunk 17-18 éves korban az ifjú, utána meg a felnőtt korosztály, és hát teljesen jogosan gondolta azt, hogy én ezt nem fogom elbírni, aztán rácáfoltam. Hát de utána nem mondtad neki, hogy Attila Báz egy VB ezüst, az majdnem kimaradt így, hogy lehallgattam volna. Mondtam neki, nem kevésszer, és akkor mondta, hogy hát már le is nyilatkoztam már egy jó párszor, hogy jobb is, hogy rám hallgatott, meg hogy ennek a fiatalos, minek szokták hívni? Hívnek? Fiatalos lendületnek, ami bennem van, és állandóan egyre csak többet akarok, ezért úszok versenyeken is. Az átlagnál jóval többet, ezért úsztam például a ifi EB-ken is ilyen 10 számokat. Ezért lett az megírva, hogy a Helsinki EB-n 12 percre az aranyom után még egy aranyat sikerült szereznem. Vagy mondjuk akár a rövid pályás OB-nál 3 számot egymás után megnyertem. Bocs. Tehát ilyen értelemben... Ebből egy az 50 hát volt. Na, jót osztunk. Jó van. Tehát ilyen értelemben te is ebben hiszel a sorozat teherésben, amit ugye kvázi hosszú Katinka és férje honosított meg. Tehát, hogy minél több versenyen kell elindulni, vagy ez egy egészen más szakmai filozófia? Nem kifejezetten a versenyek sokaságáról beszélek, hanem egy adott versenyen maga a sorozat terhelés. Az, hogy most... Jó. Nem arról beszélek, hogy mindig versenyezni kell, mert az egy idő után vissza fog ütni.
hogy nem vagy formában. Katka is igazából neki teljesen mindegy volt, hogy egy világkupán úszik világcsúcsot, vagy a olimpián. Ő végigversenyezte azt a szezont, szóval neki teljesen mindegy volt, hogy akkor mit úszik. Ricsi azt mondta, hogy amikor bekerült Amerikába, akkor tulajdonképpen egy új világtárolt ki elé, akkor nőtt föl. Jól tudom, hogy te hasonló váltáson vagy túl, felköltöztél Budapestre. Egy magadba? Nem, jelenleg édesanyám is ott van mellettem. Főzni még nem tudok magamra. Minden mást igen? Tehát mosol... Igen? Gyakorlom. Azért a szerénység azért legyen meg, hogy gyakorlom jelenleg, de hát egy olyan egy évig minimum még kell mellém felnőtt felügyelet. És hogy élvezett Pestet? Hát a forgalom az olyan, amilyen, de amúgy nagyon szeretem. De nagy váltás ez a te életed, de most, hogy bekerültél ide, életvitelszerűen itt élsz, ugye az edződ is felköltözött, aki a jól tudom, fésüggesztett a tornatanári illatását. Nem. Attila Becsi Csillaghegyen lakott, és most is ott lakik. Szóval neki ő csak átgurul az Árpád hídon, és itt is van. Mert hogy a Duna Arénába edzetek. Igen. Nekem azért még szoknom kell ezt a forgalmat, a reggeli kelést, mert úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb így, hogy nem 3-4-6-kor kezdek, hanem csak 6-kor. Nekem ez a 15 perc is nagyon sokat számít. Összességében tetszik, de megszokást igényel. Ugye te a Honvéd versenyzője vagy, Ricsi pedig a BVSC, nem sebeket akarok tépkedni, de ha jól olvastam a sorok közt, akkor te azért szíved szerint örültél volna, hogyha Békés Csabán is tudtál volna úszni. Ott elmaradt ez a fajta marasztalás, érdeklődés. Ezt te minek tudod be? Hát igazából az egy furcsa sztori volt, mert tényleg ott úsztam 20 évig, soha nem kértem semmit, meg úgy el voltam. Nyilván kint voltam a végén Amerikában, de hát nyilván rosszul esett, hogy így a város az nem nagyon marasztalt, amit nem nagyon tudtam hova tenni, de ugyanakkor a BVSC a sztártkarokkal várt, és én nagyon örülök, hogy oda mentem, mert egy nagyon jó edzői gárda, és nagyon jó közegben tudok edzeni. Az, hogy most kihagyjátok a rövidpályás világbajnokságot, ez minek köszönhető? Feláldozzátok a jövő év oltárán, tehát gondolom, ez egy hosszú távú szempontrendszernek a eredménye. Hát, hogy meg tudjunk itt jelenni igazából. A magyar úszósport lehet, hogy pár érettől most elköszönt köszönhetően nekünk. Hát, tőle biztos. Talán, nem tudom. Hát igazából a rövidpályás szezont azt Magyarországon annyira nem... Szóval az jelentősen kisebb súlya van, mint mondjuk egy rendes 50 méteres versenynek. Nyilván azért, mert az olimpia az nem itt van, továbbá nem tudom, nem szeretjük annyira a rövid pályát, gondolom. Én például azért mondtam vissza, mert én inkább kvalifikálni szeretnék a jövő évi világbajnokságra, mert most végre leküzdöttem ezt a kis sérülést, és most már úgy érzem, hogy tudok edzeni, és nem éreztem úgy, hogy jöhet a pihenő, szóval. Mindjárt átadlak egyébként benneteket a közönségnek, tehát bátran lehet majd kérdezni. De azon még azért menjünk végig, szerintem minden úszó esetén rendkívül fontos, hogy a szülők mennyit tesznek abba bele, hogy a gyerek eljusson az úszodába reggel, délután, este. Mekkora áldozatot követelhet a szüleitektől? Ők hogy álltak ehhez oda? Gondolom, egészen hősies lehetett az ő hozzáállásuk. Jó. Hát igazából, amikor elkezdtem úszni, akkor a szüleim indítottak el egy úton, anno 6 éves koromban. Anyukád, apukád mivel foglalkozik? Édesanyám ápolónő, édesapám pedig vagyonőr. Az ő esetükben ez időpénz tekintetében mekkora lemondással járhatott? Hatalmas. Hát tekintettel arra, hogy tárnoki vagyok, és anno még Érden nem volt uszoda, ezért mindig battára kellett átjárnunk, Szászhalombattára. A strandba, illetve a városúszodába, szóval azért egy elég nagy táv időben is, és elején még jó volt, mikor még csak délután kellett menni, aztán már reggel délután, és akkor hát igazából bírták, és nagyon is azt mondhatom, hogy köszönöm nekik, hogy ezen az úton végig kísértek, és terelgettek közben, hogy mindig maradjak ezen az úton, és amikor azért velem is volt egyszer-kétszer, hogy már nem akarom csinálni, nem úgy megy, nincs kedvem hozzá, mennék máshova, mennék ide-oda. És akkor ők voltak, akik ilyen értelemben terelgettek, és azért úgy visszatartottak? Hát igazából ők, meg az edzőm. Igazából ez a három, négy személy fontos
ebben a történetben, a szülő, a gyerek és az edzőnek a kapcsolata, hogy ez legyen igazából a legegészségesebb, és úgy gondolom, hogy így lehet ilyen szintig eljutni. Ricsi, a te esetedben ez hogy van? Hát szerintem nagyon nehéz lehet egy szülőnek egy sportolót igazából úgy a pályáján tartani, hogy nem túl szigorú, nem túl laza. Én nagyon szerencsés szituációban voltam. Édesanyám az abszolút az edzőre bízott mindent, és szerintem legalább olyan fontos az, hogy az ember mit rak bele az oszodába, mint az, hogy a körülötte lévő környezet az hogyan áll hozzá, és hogyan próbálja motiválni arra, hogy úgy néz ki, hogy te jó leszel, vagy lehet ebből valami jobb, és sikeres lehetsz, akkor mit ad neked azáltal, hogy motivált maradjál? Szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és igazából nem is tudom, hogy maradtam itt az úszás mellett, de valószínűleg édesanyámnak tudhatom be a lehető legnagyobb részét, illetve az edzőmnek, aki mindig leülhetett, hogy nem edzel semmit, és mégis jól úszol, akkor mi kell még azért, hogy többet edzél, szóval nekem ez így volt, és nagyon sok szülőt látok, akik igazából ezt a tipikusan nem tudták magukat feltétlen kiteljesíteni, amikor fiatalabbak voltak, és azt a gyerekbe próbálják meg belenyomni, és nagyon-nagyon-nagyon sok tehetséges sportolótól veszik el így a motivációt, mert igazából nem azért csinálják, mert ők akarják, hanem azért, mert a szülők. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amivel szerintem nem sokan szoktak foglalkozni. Abszolút. Itt egyébként ki tud ilyenkor beavatkozni? Az edző egyedül szerintem, mert ő az, aki mind a két oldalt látja és reálisan látja. Mert azért nyilván egy 8 éves gyerek nem fog neki menni az apján, hogy biztos, hogy nem fogok elmenni, vagy nem fogom azt csinálni, amit te mondasz. Szóval nyilván az családi problémákhoz is vezet, szóval szerintem egy edző lehet az, hogyha olyan mentalitása van és olyan szemszögből látja a dolgokat, amik igazából meg tudja oldani, hogy a két fél az egészségesen álljon hozzá ez az egészhez. Köszönöm egyelőre a magam részéről. Jöhetnek a kérdések, biztos vannak. Már az első kérdésre mindig sokat kell várni. Meg is érkezett. Köszönöm. Sziasztok, Szilágyi Vél vagyok. Szia. Halló. És mind a kezdetőktől szeretném kérdezni Kristóf és Ricsi, hogy a 2020-as olimpiára igazából milyen célokat fogalmaztatok magatoknak meg, esetleg éremesély és az arany is előttetek lepeg? Hát erre szerintem inkább ő jobban tud válaszolni. Na már. De hát, is ott a hátúszás és ott hát igen. Látom is. Hát azért látom, sem vagyok annyira rossz. Jó, persze. Azért ha nem baj, akkor szeretnék. Addig, amíg lehet versenyezni. Ott van bennem az a... látom magamban az érmet, azt nem tudom, hogy még milyen színű lesz, meg hogy hány darab lesz, de nem csak... egy, 0, 1, 2, 3, valahogy így gondolkozok, de... nem csak pillangón szeretném magamat megmutatni, hanem más számokban is. Ha jól összejön, akkor váltót is simán bevállalnám. És másodszorban pedig gyorsan, ami 200 és 400-at jelent. Hát nekem kisebb céljaim vannak, még csak ki akarok jutni, ez lenne a harmadik olimpián. Egyszer megtanultam, hogy mielőtt kitűzöm a végső célt, ezért fontosabb, hogy kicsit letördeljük ezeket a dolgokat és kisebb célokat először. Szóval most nekem, én mindig addig élem az életemet, amíg az első kis célomat el nem érem, és most jelenleg az, hogy kvalifikáljak a jövő évi világbajnokságra, aztán nyilván vannak hosszabb távú terveim is, de nem egyszer volt, hogy porul jártam azért, mert igazából csak a végcélre koncentráltam, de közben leestem a szakadékba, szóval én így próbálom. De nyilván azért szeretnék én is döntőbe kerülni, az lenne úgy az álmom, és akkor szerintem én úgy elégedett is lennék magammal, szóval semmi extra. Igazából már a kvalifikáció is hatalmasnak, nem tudom, hogy álljon mondhatják emukra, hogy három. Hát amúgy mind a három alkalommal ilyen pár századon múlt, szóval pont annyit tettem vele, amennyi kellett. Húszok megtalálni. Igen. Hát nehéz velük kalkulálni, de annál jobb, amikor az ember javára dől el. Köszönjük szépen, egy egész ország szurkol nektek. Köszönjük szépen. Sziasztok, nekem az a kérdésem, hogy
volt-e az életetekben olyan pont, főleg inkább Ricsi tőled kérdezem korodból fakadóan, amikor volt olyan pont, amikor amellett kellett dönteni, hogy most továbbtanulás, és akkor valami hagyományos karrier felé fordulni, vagy az úszás, tehát, és mik voltak azok, az a pont, amikor azt mondtátok, hogy akkor ebből fogok én megélni, amikor én hivatásos sportoló leszek? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés szerintem, mert én mindig is építészmérnök szerettem volna lenni, illetve ilyen biomechanika, meg ilyenek foglalkoztattak, szóval nagyon szerettem. Fizika faktos voltam, matek faktos voltam még gimnáziumban, így elég olyan gimnáziumban jártam, ahol csak a tanulás számított, szóval én így tényleg az árral szemben úsztam, és mindig megkaptam, hogy én mekkora hülye vagyok, de nekem fontos volt az, hogy tovább is tanuljak, ezért mentem ki Amerikába. Szerintem nem telt el úgy nap az elmúlt 4 évben, hogy ne vívódjak azon, hogy akkor most elkezdem a karrieremet építeni, mert én fontosnak érzem, hogy igazából legyen egy civil életem, és nem csak a sport, mert a sport az elég kiszámíthatatlan, és fél évente igazából felmehetsz a mennybe, de ugyanúgy lehúznak a pokolba, szóval nem lehet vele kalkulálni egyáltalán. És én úgy éreztem, hogy az úszás az nyilván nem tud akkora támogatást adni, főleg anyagilag, nyilván erről beszélünk, amekkorát én szeretnék, meg ami által meg tudom tervezni a későbbi életemet. És hát főleg a világbajnokság után volt, mert akkor elterveztem, hogy ez az utolsó év, és aztán melyek programozni, de aztán a végén nem úgy dől, vagy hát jól úsztunk, és aztán tényleg egy fél évig nem úsztam, csak azon kattogott az agyam, hogy akkor én most elkezdjem, maradjak Amerikába, menjek a Silicon Valley-be, vagy valami hasonló, vagy pedig jöjjek vissza, és akkor ússzak. Szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés volt, mert nyilván amikor valamennyire tehetséged van egy dologhoz, akkor nyilván ki kell maxolni. De édesanyám mondta ezt nagyon jól, és amikor a gimnáziumban mindig csesztettek, hogy miért nem érettségizek akkor, amikor a többiek, és hogy hibát követek el, akkor mindig azt mondta, hogy életed végéig tudsz tanulni, és ezt sose feledd el. Szóval nagyon örülök neki, hogy ezt mondtam, mert hogyha most érettségiztem volna, és nem próbálok meg kijutni az olimpiára, amikor amúgy fogalmam nem volt, szóval nagyon messze voltam attól, hogy kijussak az olimpiára, akkor most nem ülnék itt, és nem tudnék nektek élményeket elmondani, és nem találkoztam volna a minden idők egyik legjobb edzőjével, aki elég nagy hatással volt az életemre. Szóval nagyon sok minden kimaradt volna így. És örülök, hogy az édesanyámra hallgattam, és nem azokra az emberekre, akik igazából csak a realitást alajára akartak visszahúzni. Szóval én örülök is. Visszatérve a kérdésedre, nekem ez akkor dőlt el, amikor igazából a BVSC megkeresett, és tényleg egy Nagy Peti személyében, aki egy nagyon korrekt módon előadta, hogy ő mit tervez velem, hogyan tudna az egyesület támogatni, és úgy érzem, hogy még van bennem, és ezt én lennék a legnagyobb marha a világon, hogyha úgy hagynám abba az úszást, hogy nem maxoltam ki. Nagyon sok, nálam sokkal tehetségesebb ember van, aki abba hagyta, pont az alkohol miatt, meg a cigi miatt, meg a barátok, meg mit tudom én, és most velük szoktam beszélgetni, és ők mondják, hogy életük legnagyobb hibája volt, hogy abba hagyták, mert tudják, hogy több lehetett volna benne, ami soha nem adatik meg nekik. Szóval így tömören kb. Ezt van. Az ennek kérdésem, hogy ugye beszéltetek róla, hogy ez milyen fizikai felkészülés és egy állandó terhelés, amit kaptok, de hogy lelki aspektusát tekintve hogyan tudtok ezzel megbírkozni? Tehát nem kéne mellétek állandóan egy pszichológus, vagy legalábbis nem csak az edző? Hát nem lennék itt, ha nem lenne pszichológus. Én elég régóta járok, szóval én 13-12 éves korom óta. És hát nagyon sokat köszönhetek ennek, de erről nagyon sokat tudnék beszélni. Szerintem egy másik óra lenne, mert tényleg szerintem nagyon fontos volt, és nagyon sok mindent tanultam ezektől az emberektől, akik foglalkoztak velem, szóval mindenféleképpen kell szerintem egy jó sportolónak. Meg úgy szerintem mindenkinek kéne, csak az emberek azt hiszik, hogyha van pszichológusod, akkor te beteg vagy, vagy valami nem oké, és oda fent, szóval ehhez kötik ezeket a dolgokat, ami szerintem egy abszolút tévhit. Kristóf, a te esetedben ez hogy volt? Az én esetemben ez úgy működött, hogy a VB után javasolták, hogy kezdjem el, hogy meg tudnám kezelni a hírnevet, meg ilyen dolgokat, és ebben igazából segítettek is, csak igazából akkor már más volt a problémám. Akkor
nem kifejezetten az egómmal, vagy a szerénységemmel volt probléma, hanem az edzéssel, még az edzés közbeni monotonitással, hogy akkor most mi legyen az új cél, meg hogyan tovább. De úgy gondolom, hogy ezt is sikerült kilábalnom ezt a korszakomat, és már megtanultam, illetve rájöttem, hogy ilyen nagyobb versenyek után egyszerűen senki nem tud rajtad segíteni, ezt magadba kell eldönteni, hogy mit akarsz. Van-e további kérdés? Sziasztok! Nekem még annyira nagy kérdés, hogy nagyon sokszor szerepel ilyen ezzel foglalkozó irodalomban is, hogy miért van az, hogy az magyar úszásban vannak ilyen hiányszámok, és vannak olyan számok, gondolok itt a 200 pillangóra, ami megvagytok négyen olyanok, akik egyébként VB-döntő esélyesek, és ugye csak ketten kvalifikálhattok. Hozzuk el a Csabovát is. Igen, ez ugye a magyar úszásnak egy elég jó múltja van, és tényleg nagyon sok olimpiai bajnokunk van, és pont ez az, amit mondtam, hogy ugye azért vannak egy számok, mert azt tudjuk, hogy arra hogyan kell edzeni, szerintem. Mert én láttam tényleg az USA-ban, hogy hogyan állnak hozzá mondjuk egy sprinthez. Hát egy egész tudomány van erről. Itthon meg sprintel, akkor te nem vagy úszó. Szóval ez kb. Így, mert hogy ezt Takás Krisztián fogalmazta meg nagyon jól, hogy azt mondta, hogy minek ússzak 15 percig, hogyha 25 másodperc alatt is ugyanazt az aranyérmet nyerhetem meg. Szóval szerintem abszolút jól összefoglalja a dolgokat, és szerintem ebben még nem állunk ott, ahol a világ másik része szól. Ott sokkal jobban a részletekben rejlik igazából. Itt meg azért nyilván, hogyha sokat úszik az ember, akkor tovább is fogja bírni, és szerintem ez az egyik indok arra, hogy miért vannak olyan számok, ahol tényleg a 200 pillangón a világ élmező, a legjobb 8-ban szerintem 5 magyar, vagy 6 magyar. Szóval ez egy érdekes dolog amúgy tényleg, és ez abszolút látszik, mert csak ránézed a ranglistára, és látod, hogy a magyarok valamit dominálnak valahol, meg sehol nem vagyunk igazából. Én meg igazából azon a véleményem vagyok, hogy most feltennék egy kérdést, hogy jelenleg most hol van egy Gyurta Daninc kettő mellen, vagy egy Kovács Ágink. Szóval ez igazából ciklikusan változik, hogy jönnek a versenyzők, és milyen úszásnemben emelkedünk ki nemzetközi szinten. Jelenleg most pont úgy jött ki, hogy 5-en vagyunk kettő pillén, de lehet, hogy 10 év múlva meg egy darab kettő pillésünk se lesz. Na jó, de ugye sprintben meg ugye soha nem volt senki, szóval... Hát... nem. Majd mi? Betörjük ezt a részt. Van-e további kérdés? Akkor senki többet harmadszor. Engem egy aspektus még nagyon érdekelne. Voltam pár világeseményen, nem úszóként, és beleláttam egy picit ebbe a medence térbe érkezés előtti utolsó feszült fél órába. Azt hogy kell elképzelni? Ti mind gondolkodtok? Mert gyakorlatilag ilyen szent áhítatba menő emberek, akiknek a köszönnek sem reagálnak az égvilágon semmit. Ezt én jól figyeltem meg, hogy ti gyakorlatilag ott tényleg egymagatokba vagytok, és senkivel nem kommunikáltok. Mi gondolkodtok ti olyan? Hát azt hittem először, hogy tényleg csak rólam beszélsz, és nem átfogó értelemben, mert igazából én vagyok ilyen, és rólam lehet ezt elmondani, még nagyon sokan mondták vissza nekem, hogy amikor verseny van, akkor én így előre, és semmi. Se hang, csak magamba fordulok teljes mértékben, és arra az adott számra koncentrálok. De hogy koncentrálsz arra az adott számra? Tehát hogy lehet kikapcsolni azt, hogy ott van kint 10 000 ember, körülötted készülnek, kiabálnak, edzők, bemelegítenek? Ezt igazából levezetni nem tudom, mert ez nem tudatos dolog, hanem igazából ösztönösnek mondhatnám, hiszen ott van például a zene, ami tud segíteni. Ott van az a fejedben, hogy igazából csak egyszer kell leúszni a számot, amit már előtte edzésen vagy 20 milliószor leúsztál, és most sokkal könnyebb lesz, mert csak egyszer kell leúszni. Hát nem? És igazából erre elég nehéz válaszolnom, mert igazából ezen soha nem gondolkoztam, mert hogy mi az, amitől ennyire magamba tudok fordulni. És igazából mindig úgy voltam vele, hogy a verseny, akkor van két időpont, az eleje meg a vége, de tényleg abban az a két időpont között senki nem tud hozzám szólni szinte. Te hallod egyáltalán, ha köszönnek neked? Igen. Hallom, csak a reagálás az nincs meg olyankor.
sajnos. Ricsi, veled hogy van ez? Hát én is hasonló módon vagyok amúgy. Én akkor ilyen tényleg így más ember vagyok, akkor nem lehet velem beszélgetni, akkor tényleg én sokat szoktam vizualizálni és elképzelni, hogy hogyan fog menni ugye az úszásom, hogyan fog történni a napom. Én is a zenével szoktam, szóval abszolút megtanultam kizárni az egészet, szóval egyedül a VB-n nem sikerült, mert hát azért nehéz lett volna 13 ezer embert, de én abszolút szóval összerakom az egész napomat, szóval meg van tervezve minden. Tényleg, ahogy felkelek, akkor egy lassabb zenét rakok be, és szépen, ahogy közeledünk a számhoz, egyre gyorsabban, hogy a pulzusom is ugyanúgy emelkedik, és tényleg még akkor vannak is rituálék, szerintem sok embernek, amiket meg kell csinálni, és úgy érzi az ember, abba tud kapaszkodni igazából, hogy jól fog menni, és tényleg csak egyszer kell leúszni, és van, aki ezt tudja kezelni, van, aki nem. És ez tényleg sok esetben szerintem ez ilyen ösztönből jön, hogy ki az, aki teher alatt jobban tud, ki az, aki nem. Viszont ezt lehet szerintem nagyon jól fejleszteni. Például a vizualizáció, a relaxáció, stb. Sok ilyen pszichológiai dolog van, ami szerintem ezen nagyon sokat segít. Hát azért mindannyiunk nevében azt kívánhatom, hogy a következő nagy terheket is hasonló eredményességgel kezeljétek. Milán Kristófot és Pósi Ábrot láttuk, hallottuk. Köszönöm. Köszönöm.